31 műsorszám és több mint 70 hagyományos népi viseletbe öltözött tanuló a Sárbereki Általános Iskolában. Ez volt a negyedik Tiszán innen Dunántúl nevet viselő népdaléneklési verseny. Egyre nagyobb a létszáma jelentkezők és a résztvevőknek a létszáma. Most erre az idei év versenyére összesen 109 műsorszámban több mint 220 énekes jelentkezett, és kiválasztó versenyeket tartottunk. Kisbéren, ez egy nagyon nagyszerű terület, igen sokan jöttek el, és vállalják majd a következő időszakban is, Tatabányán is, és utána pedig Tatán is nagyon-nagyon sokan voltak. Az ifjú népdalénekesek a legkülönfélébb produkciókkal készültek arra, hogy lenyűgözzék a zsűrit, és természetesen az sem volt mellékes, hogy arany, ezüst vagy bronz fokozatot kapnak az előadásukra. Az utóbbi időben egyébként egyre több fiatal dönt úgy, hogy népdaléneklésre adja a fejét. Bizony Európában erre nekünk büszkének kell lennünk. Sok minden van, amiben nyilván fejlődnünk kell, de legyünk erre büszkék, hogy voltak olyan nagyjaink, nem csak Bartók Béla és nem csak Kodály Zoltán, még nagyon sokan mások, akik akkor abban az időszakban figyeltek föl ennek a kultúrának az értékére, annak a fontosságára, hogy ezt felgyűjtsék, megmentsék, amikor ez még egy vállalható, egy elképzelhető dolog volt. Mert bizony utána, amikor jött a tévé, rádió, stb. Kultúra, akkor ez már sokkal nehezebb lett volna. És nálunk sokkal-sokkal fejlettebb nyugati országokban is sok helyen elmaradt ez a folyamat. Ez olyan kincs, amire csak mi tudunk vigyázni, és csak mi tudjuk igazából megbecsülni és tovább értetni. A Tiszán innen Dunántúl megyei döntő legjobb minősítését kapó énekesek egyébként tovább jutottak az áprilisban esedékes országos döntőre, amit a Budapesti Néprajzi Múzeumban rendeznek meg.